December közepe óta már az 5 és 11 év közöttiek oltására is lehetőség van a koronavírus járvány elleni védekezés részeként. Ez ide az a körülbelül 650 ezer gyermeket érint, akiknek eddig mintegy 10%-a kapta meg a vakcinát. A 12 év felettiek körében már jóval nagyobb az átoltottság, igaz, számukra már több hónapja elérhető az oltóanyag. A 35 percnek nyilatkozó gyermekorvos azt tapasztalja, egyre nyitottabbak a szülők az oltással kapcsolatban. Sokan ugyanakkor még mindig inkább az internetről, mint sem a doktortól tájékozódnak. Fontos ezért a bizalmi kapcsolat megteremtése a gyermekorvossal, már csak azért is, mert a világhálón rengeteg tévhit terjed, amelyek sokakat megzavarhatnak, hangsúlyozta új helyi János. Ilyen például, hogy a gyerekeknél nincsenek vagy enyhébbek a COVID-tünetei. Nem lehet azt mondani, hogy a gyermekeket ugyan mellőszük ezt, mert ugye ott úgyis enyhe. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy milyen állapotba találja az a vírus azt a szervezetet, a gyermek is lehet olyan genetikai adottságokkal, éppen most a lengyelek fedezték fel, hogy bizonyos genetikai adottságok predisztinálják egy-egy embert, hogy ott súlyos lefolyás, sajnos ezt nem tudjuk. A, a tudomány is tanulja ezt a ezt az új vírust, meg annak a hatását, de a gyermekeket is érinti, és ö, meggyőződésem, hogy mindig többet fogunk róla tudni. A szakember úgy becsúli, hogy hogy az omikron variáns gyors terjedése miatt két héten belül akár mindenki elkaphatja a vírust a véletlenek közül, az iskolásoknál már most látszódnak ennek jelei. A gyermekorvos ezért örülne annak, ha beoltható a korhatárát még jobban levinnék. Közben az influenza már a küszöbön kopogtat, az igazi szezon január végén szokott berobbanni. Tavaly a komoly védekezésnek köszönhetően nem sok ilyen beteggel találkoztak az orvosok a rendelőkben, ezúttal azonban már országosan egyre több az influenzás. Ez a vírus a Covid szempontjából is veszélyes. Azt kell mondjam, hogy, hogy ez a kettő együtt nagy problémát jelent. Miért? Azért, mert az influenza vírus, ha megtámadja a szervezetet, az a légúti fertőzés folytán azt mondanám, hogy mintha megnyitná az utat egy más kórokozó, Befogadó úgy baktériumok, meg más vírusok felé is, nem beszélve arról, hogy legyengül a szervezet. Tehát ez a kettő együtt, ez, ez, egy kemény dió lenne, és azért is bíztatnám mindenkit, hogy már a nagyon régen, nagyon bevált, tehát itt nem lehet arra hivatkozni, hogy, hogy egy új védőoltás, bevált védőoltásokat fölvegyék. Az influenza és a koronavírus elleni oltást akár egyszerre is be lehet adatni, mondta a szakember a műsorban, aki továbbra is a maszkviselés és az alapvető higiénis szabályok betartására szólít fel. Vigyázzunk magunkra, hiszen szabai szerint az egyéni védekezésnek még nagyobb szerepe lehet a jövőben.